sütöttük, Fereda! Arrafele! Ki vagy? Hát ki voltam, a vajákos Biri. A körösztanyád, szerelmetes gyermekem. Jöttem, repültem, hogy segítsek a jó nagyságos úr baján. Arrafele, Jenkend! Talján nekend, vagy sem? Dalián? Nem jár az én eszem, Dalián. Jámbor az én lelkem, uram se volt, az is meghalt. Hiszem, hogy ott kezdődött, hogy felvételiztem a színművészeti akadémián, akkor úgy hívták, és ostoba fejjel, nem voltam soha életemben szép, úgyhogy teljesen értelmetlen jelenség volt, hogy a Romeo és Júliának a méregjelenetét adtam elő iszonyatos évvel. Hát, visszaküldtek, menjek ki. És a tanácskozás úgy döntött, hogy hát ez nem, hát ez így. Notabene nem is látszott a felső fogsorom, most sötte látszik, hál' Istennek. Úgyhogy Odri Árpád tanáram azt mondta, ne, hát kérem, mi azért vagyunk itt, hogy oktassuk a növendékeket, hívjuk vissza ezt a kislányt, visszahívtak. És akkor az Odri azt mondta, mondjam, tud maga valami verset? Na milyen? Azt mondja, mondja el. És akkor, ha megengedít, két mondattal csak azért idézem, Ady Endre Sóhajtás a hajnalban című versét mondtam el lázasan. De jó volna élni. Mennyi öröm zúg, mind a másé. Mennyi aranycsengés, mind a másé. Mennyi asszony van, és mind a másé. Mennyi új kéz zsong, és mind a másé. Mennyi szándék tör, és mind a másé. Mennyi minden van. Mennyi szép minden. Mennyi szent minden. És mind a másé. Felvettek. Nem éreztem én meg akkor a költészet csodálatát, pusztán egy eredményt éreztem, hogy felvettek. Aztán a főiskolán rendkívül csodálatos baráti köröm alakult ki, különösen a költészet terén. Gellért Bandő, Major Tamás, Horváth Ferenc, Gáti József. Hát nem, szegények voltunk, mint a kódisegere. Nem volt kocsink, nem kellett rohanni a kuplunkot össze-vissza rakni. Beültünk vagy kis albérleti szobákba, vagy beültünk kocsmákba, és két fröccs mellett, ha futott annyira, elkezdtünk vitatkozni a költészet csodálatáról. Megismertük. Megszerettük. Nagyon. 17 éves voltam, harmadéves színűnövendék, amikor a Nemzeti Színházhoz kerültem, és a Csongor és Tündében a Ledért játszottam. És Gellért Endre volt a rendezője a darabnak, és úgy rendezte, hogy a Ledér és a Miri találkozása, amikor a Miri felkéri a Ledért, hogy csábíts el a Csongort, hogy vágjon engem pofon a nyílt. Igen,
Na, Hilda magyarázta nekem, hogy nem fogok nagyot ütni, csak egy kicsit. Aha. Hát megnyugodtam, és jött a nyilvános főpróba, és Hilda úgy vágott nyakon, nem pofon, nyakon, hogy kiröpültem a portálba, az ügyelő és az ügyeletes rendezőnek a karjaiba. Alig tudtam visszamenni a jelenetre. Volt egy vasas székházbeli matinő, vagy este, ezt most már nem emlékszem, és elindultunk oda, hogy menjünk föl lépni. Azt hiszem Major Várkonyi, Pásztor János, mit tudom, de hát énekesek, Bazilidis, vagy mit tudom, sokan voltunk, nem emlékszem, összekavarodik ez a szörnyű korszak, és odaértünk a Baross utcai templomhoz. Egyszer csak oda rohan egy ilyen fickó, és azt mondja, hogy nem maradjanak. Mi a helyzet? Rendőrség. Mondom, de tudom, pillanat. Bevezetett minket a Baross utcai, tudja, a sarkon van egy templom. És ott egy fiatal plebános, vagy mit, nem ismerem ezeket a rangokat, azt mondta, tessék jönni. Levezetett a pincébe, és ilyen katakombákon keresztül átmentünk a vasas székházig. Ott felmentünk, ami telítve volt, kint álltak a rendőrek, hát az rendőri felügyelet alatt. Bent a közönség zsúfolva, és akkor valaki, már nem emlékszem ki, azt mondta, hogy tapsolni nem szabad. Megértették. Végigment a műsor egy zizzenésnyi csendben. És valahol ugye azt éreztem, hogy talán még az utca is a mi pártunkon van. Hogy mondjak el, ez most tényleg, mert a Gobbi Hilda jött panaszkodni, hogy Visegrád környékén van az a háza, és ott a környéken már mindenhova betörtek. Erre ezt próbán történt, mondom, Hildát nagyon egyszerű. Fog egy üveget borral, bele egy injekciós tű, egy altatót belenyom, kiteszi az asztalra, véletlen oda mellé tesz egy dugóhúzót, hogy ne legyen sok gond vele, és aztán röhögtünk egyet, és ki. 3 nap múlva telefon a színházba, Gobbi művésznőt keresik, mert a betörő itt alszik a kanapén. Filmezni mentünk, ő egy apácát játszott abban a filmben, és apáca ruhában is volt, és szexárdon voltunk. Aha. És akkor elmesélte, hogy egy alkalommal a lány, aki nála dolgozott, szombat-vasárnapra kimenőt adott neki. Igen. És ment haza előadás után, és csodálkozva látta, ez van a hétvégén volt szombaton vagy vasárnap, csodálkozva látta, hogy nyitva van a lakása. Hát hogy létezik? Hát ő bezárta az ajtót, bemegy, és a nagy szoba közepén ott fekszik egy hulla részeg ember, de olyan részeg, és oda volt készítve az összes csomag, ékszerek, aranyak, ezüstök, porcelánok, hát amiket el akar szopni. Te jó ég, hát most mit csináljon szegény Hilda? És mondta, hogy akkor telefonált a rendőrségre, hogy hát jöjjen neki, hát ő nem tud ezzel mit kezdeni, erre jött haza. És amikor szexárdon volt ez a filmedés, oda ment a börtönhöz, vett egy tálca süteményt, egy karton cigarettát, és apáca ruhába oda ment, és kérte, hogy ja, neki van itt egy kedves ismerősen, szeretné meglátogatni. Jaj, művész, hát hogy képzeli a börtönbe látogatni? Szóval, de engedjék meg kivételesen. Hát Gobbi Hildát mindenki szerette és megismerte, még apáca ruhába is. Elintézték, beengedték, és ezt a szerencsétlen betörőt, aki 2 évet kapott, elvezették a lépcsőn. Amikor meglátta Gobbi Hildát, hát nem tudott szóhoz jutni, a szája is reszketett a meglepetésre, és egy szó nem jut ki az ajkán. És mire Hilda azt mondta, ne haragudjon, erre jártam, gondoltam, meglátogatom nem messzi rossz néven, és hoztam ezt a kis süteményt és cigarettát magának. Az a fogadja el tőlem szeretettel, és egyben megkérem, hogyha kiszabadul innen,
Keressen fel engem. Megpróbálok segíteni magán. Egyszer Rádai Imre barátomhoz voltam meghívva, és neki jó barátja, én nem ismertem, Vadnai László, ilyen híres szerző, aki Amerikában élt. És meghívta, és én is ott voltam, mint egy olyan, nem tudom ki, vendég. És kezdtem érdeklődni Amerikáról, régen volt. És azt mondom, hogy... És mondja is, hogy a színház és a darab, és ő felelgetett rá. Egyszer csak azt mondom is, a költészet versek. Hogy? Mondom, a költészet, hogy magyar, vagy miről beszél maga Hilda? Mondom, hogy miről? Ugyan, hát ne vettesse ki magát, hát kinek kell ez? Én felháborodva jöttem el onnan. De felháborodtam, mondom, Amerika, ez egy kapitalizmus. Most tudja elgondolkoznom. Alig, hanem nem annyira kell a költészet. Jó napot! Bocsánat, de azt hiszem, hogy jó helyen járunk. Miért csönget annyit, kérem? Mert így volt megmondva. Csönges, 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 és az ajtó megnyittatik. Ki maga? Nevem Özvegy Varsány. De kérem, szólítsanak Lizinek, jó újságot mondok. Nem mondjon semmit, ne csináljon nekem kavarodást. Kérem, hallgassanak meg. Valami meglett, amit nem is reméltek, és amire felfigyel az egész világ. Az 1942. március 22-e szintén Zene Akadémia. Maga belőlem készült. Adi? Adi. Igen. Hát akkor rengeteget léptünk fel, mindenütt szűnni nem akarva, mert éreztük azt, hogy a költészet gyönyörűségen keresztül valahol el lehet mondani valamit, ami talán megbirizgálja az emberek lelkiismeretlenséget és szadizmusát. No, Adi, mindenkinek be kell adni az összes mindenféle, mit tudom én, micsoda, hogy mi, hol, mi, miért. Engedélyez, pecsét, kész, estéjúrába, föl le mindenki. Hát ilyenkor az ember ideges, meg mi egymás. Egyszer csak jött egy elegáns, rendőrtiszt, fehér kesztyűbe, tényleg csinos is volt, bőnnev. Oda jön hozzám, hogy elnézést művész, nem, tessék. A verseket nem engedélyezték. Mondom, hogy nem, hát ott a pecsét tessék megnézni. Nem mehet. Mondok mást. Sajnos nem. Mondom, de akármit, mondja maga meg, hogy mit mondjak. Nem. Engedély nélkül nem lehet. Kész. A rendező, aki egy maszek rendező volt, aranyos ember. Rendőrtész ki, rendező ott, kezdett közeledni az én fellépésem. Mondom neki, Zoli, én kimegyek. Ne! Ne engem letartóztatnak, ne csináld, az Isten áldja meg, ne csináld. Mondom, te nyugodj meg, téged nem fognak letartóztatni. És kimentem. Közönség, ahogy ez szokott lenni, nyálaszta a műsort, hogy mit mond az a hülye. Lecsukta a műsort, és nézett. Én álltam, a rendőrtiszt fölugrott, és állt velem szemben némo csend. Én csak álltam, álltam. Közönség érezte, hogy valami nem stimmel. Rendőrtiszt így nézett, én így rá, azaz, hogy nem is néztem, azt hiszem sehol. Hosszú, kibírhatatlan szünet, és aztán cím és szerző nélkül azt mondtam, a hazámnak rendületlenül így hívva a magyar. És végig mondtam a verset. Meg kell mondanom, soha életemben ilyen sikerem nem volt. Olyan demonstrációt, rendőrtiszt berohant, én kimentem, a rendőrtiszt azt mondta, Azi, de hát most ezt nem annyira idézem, győzött. Az van a könyvébe írva az egyik kép alá, és szavaltam, szavaltam, és szavaltam. Hát engedje meg, hogy én még valamit elmondjak.
ami nekem most pessimista életemből fakad, és majd egy optimistábbal. Ez az én kedvenc versem. Adi Endre, a ló kérdez. Lovamra patkót senki nem verett. Beszerencse, hogy senki sem szeret. Kocogok, lógok követlen úton, s hogy merre megyek, nem nagyon tudom. S a rossz úton, mert minden ellovon, felüti néha a fejét a lovon, és megkérdi, míg szép feje kigyúl, hát mi lesz ebből, tekintetes úr? A Szabó család. Hilda többször nyilatkozta, hogy amikor megkapta a Szabó néni szerepét, elindult a Szabó család, akkor gondolta, hogy hát ő is, meg hát a többiek is, hogy egy olyan 9-10 adás lesz belőle. 1959. június 30-án volt az első adás, és most ugye a 2000 fölött tartunk, már 2033. lesz a most június elején, és hát végig Hilda játszotta. Nagyon ritkán maradt ki, csak akkor, hogyha külföldön volt, vagy olyan beteg volt, hogy nem tudott jönni, de ha lehetett, kórházba bementünk hozzá, lakására bementünk hozzá, úgyhogy így például egyszer az ő két madarai szerepelt a Szabó családba, és kellett két madarat a továbbiakban beleírni a cselekménybe, hogy vásároltak két kanárit, mert a Hildánál történt felvételekbe állandóan beledaloltak, és hát ugye attól kezdve a Szabó néninek meg kellett ezt magyarázni. Hogy Hilda mennyire komolyan vette a Szabó családot, és egy kicsit a játék elvitte, arra csak egy epizódot szeretnék elmesélni. Mikor a Szabó bácsi meghalt, már a második Szabó bácsi, mert a Szabó Ernő halála után Rajz János átvette a szerepet, és amikor meghalt, akkor hát szintén közvéleménykutatást is tartottunk meg többen, hogy a Szabó néni férhez menjen-e, vagy özvegy Szabó nénim legyen. Hilda azt szerette volna, ha özvegy Szabóné lesz. De hát, hogy érdekesebb legyen, találtunk neki egy udvarlót, aki hát járt hozzá, udvarolgatott minden, és azt mondta a Hilda, hogy ne adjatok hozzá, én nem megyek hozzá. És hát úgy csináltuk a cselekményt, hogy hát egyszer csak eljön az idő, amikor majd megmondja az udvarlójának, hogy nem megy hozzá. Hildán vala egyetértésbe játssza a jelenetet, és Hilda, mint Szabó néni, zokog. Majd megszakad a szíve, hogy nem mehet hozzá. És kérem a rendezőt, hogy hát kérdezzük meg Hildát, hogy ezt miért csinálját, nem ez van megírva. Mondtam, Hilda, nem értelek, hát te is azt szeretted volna, hogyha nem mész férjhez, ha özvegy Szabóné leszel. Azt mondja, hogy ja, látod, milyen a színész? Ennyire beleéli magát a szerepébe, elviszi a szerepe, elfeledkezik arról, amit civilként kért. Ötven. Jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fény és égi szomszéd. Kilátja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked megtörötten. Földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmiben hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De a pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem,
Ekkor az az úrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak itt nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem, én barátom, hogy a porban. Hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak a vendége voltam. Ha bármerre jársz, Isten adjon erőt, Isten adjon erőt. Ő áldjon meg, ha ott állsz, a trónja előtt, a trónja előtt. Még csak vissza nem térsz, várlak én, kedvesem, szép kedvesem. Vagy fönn az égben látlak meg végre, kedvesem.